Az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy külföldi diákjait közelebb hozza egymáshoz. Ezért rendezték meg a jubileum évében is az International Spring Program sorozatot, ahol az ázsiai kultúrát követően másodikként az amerikaival ismerkedhettek a résztvevők. Az Észak-Amerika napok keretein belül egy kiváló magyar jazzformáció érdekes történetet idézett fel, melynek köszönhetően visszarepültek az időben egészen 1956-ig. A forradalom évéből származó alkotásokat elevenítették fel a zenészek. Természetesen sok hasznos információval is készültek a szervezők. Azoknak, akik az Egyesült Államokba szeretnék folytatni tanulmányaikat, a Fulbright Csereprogram Bizottsága nyújtott részletes tájékoztatót. A zene mellett a színjátszás is szeret kapott az Észak-Amerika napokon. A Csiki Gergely Színház társulata egy könnyed előadással várt a nézőit. Az előadást a külföldi hallgatók számára angol feliratozással tették érthetővé. Hát jól ki volt bukva. Azt mondta, hogy holnap csak azért is elmegyünk önbe, hogy a szüleit kitörje a frász. Az én szüleim meg korán reggel leléptek, én mondtam, hogy aznap Elenával leszek. A két srácról nem beszéltem. Elena volt a főnök. Ő tudta, hogy mit lehet és mit nem, én csak a színát ismertem, az meg tök jó fej. Simán meg lehet benne bízni. Oda megyünk meg vissza. Úgyse csinálnának semmi disznóságot. A programsorozat zárásaként több mint 20 ország képviselőinek részvételével tartottak diplomata kerekasztal beszélgetést, ahol a különféle nemzetek oktatáspolitikájával ismerkedhettek a jelenlévők. A következőkben az afrikai kultúrában nyerhetnek betekintést az érdeklődők.